Brigitte Veninger, Ív 24 karácsonyi mese, 22. fejezet, a 12 hónap. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény öreg néni, akinek arra sem volt pénze, hogy szenet vegyen, amivel a pici kunyhóját kifűthette volna. Kénytelen volt egy nehéz kosarat a vállára venni, és felkapaszkodni a hegyem. Ott rőzsét és hullottágakat gyűjtött tüzelőnek, ahogy így ment és szedegedett, csendesen dudarászott, mert szerette az erdőt, és örült, hogy legalább a járástól kimeregednek öreg csontjai. Egy télvégi napon, amikor ismét hazaindult a kosarával, Tábor fényét pillantotta meg. Egy barlangból szűrődött ki, amit eddig még soha nem vett észre, pedig megbújt már a közelében a sziklák között. Feltámadt benne a kíváncsiság, és közelebb óvakodott. Látta, hogy tizenkét legény ül, a tűz körül, és forró teát átiszogatnak. Isten hozta öreg anyám, köszöntötte az egyik legény barátságosan. Üljön csak ide mellénk, és melegedjen meg. Szörnyű hideg van ma. Télen mindig ilyen az idő, nevetett a néni. De azért köszönettel elfogadom a meghívást, mert olyan jó illata van ennek a teának. A kosarát a földre tette, és oda a tűzhöz. Nem vette észre, hogy három legény összemosolygott a háta mögött. Azt akarta mondani, kérdezte az első legény, hogy jobban szereti a téli hideget a nyári melegnél? Nem, nem, dehogy. Mindkettőt szeretem. Minden évszak és minden hónap tartogat valami szépet és érdekeset. Úgyhogy én egyformán várom mindegyiket. A tizenkét fiatalember egyszerre mosolyodott el és bólogatott. Amikor az öreg asszony befejezte a teázást, szépen megköszönte a vendéglátást, azzal a vállára vette a kosarát megint. Most már mennem kell. Boldog új évet kívánok valamennyiüknek. Megfordult és elindult hazafelé, még dúdolt is közben, pedig a sok rüzse még nehezemnek tűnt, mint annak előtte. Csak akkor jött rá, hogy miért, amikor otthon a helyen mellett elkezdte kiszedegetni egy kupacba tenni a gajakat, lám csak, tizenkét aranyrudat talált a kosarában. És ettől kezdve soha nem látott szükséget, és kényelmes melegben töltette öreg napjait. Nem messze tőle egy nagy, puccos házban élt egy gazdag özvegyasszony, aki meghallotta, milyen szerencse érte a szomszédját. Nem nyughatott addig, amíg ki nem tudakolta, Honnan szerezte a szegény asszony a vagyonát? – Hát jó – fújt dühesen egyet az ősz vagy asszony –, az nem igazság, ha én nem tudok legalább annyi aranyat szerezni, mint ő. Azzal fogott egy kosarat, színültig töltött száraz levéllel, hogy ne kelljen annyit cipekednie, szakadt szoknyát vett magára és nekivágott az erdőnek. Nagy nehezen fel is ért a hegy tetejére, ott megtalálta a barlangot, és a tizenkét legényt is, amint a tűz körül öldögeltek. Utálom a hideget, morogta az özvegy, dermetújait dörzsölgetve. Rettenetesek ezek a téli hónapok, remélem, hamar kitavaszodik. A tizenkét legény komorán nézett egymásra, de azért odahívták az özvegyet a tűzhez. Ezek szerint öreganyám a tavaszi és a nyári hónapokat kedveli? kérdezte egyikük, és adott neki egy csészete át. Na, azok se jobbak semmivel, panaszolta az asszony. A március, csupan átha, az április, bolond idő, hol nap, hol zivatar. Májusra meg hiába mondják, hogy az esője aranyatér, ha állandóan zuhog, egészen júniusig. Júliusban és augusztusban moccanni sem lehet a hőségtől, és a szeptember. Kell az nekünk, hogy megint idegra forduljon az idő? Igen, így megy ez. Csupa nyomorúság és nehézség az egész esztendő. Mind a tizenkét hónapot utálom. A tizenkét legény komoran csóválta a fejét. Összenéztek, de nem szóltak semmit. Végül az özvegy felállt, a vállára emelte a kosarat, és azt mondta. Hát így van ez, na most már mennem kell. Azzal a sarkon fordult, és elment. Nagyon szedte a lábát a hazaúton, mert alig várta, hogy becsukhassa az ajtót, és végre megszámolhassa az aranyrudakat. Igen ám, de hiába kotorászott a kosárban. Semmi nem akadt a kezébe száraz levélen kívül. A tizenkét hónap azt adta mindkét asszonynak, amit megérdemeltek.